Már amikor megalakult az új testület, akkor felmerült ez egy úgymond programpontként, hogy nagyon sok sváb tánccsoport működik az iskolákban. Itt a Petőfi teret is említhetem, a falut is. Külön csoportonként vagy osztályszinteken. Szinte több mint 10 tánctanár, szóval rengeteg szakember foglalkozik a gyerekekkel. A szülők rengeteg rendezvényre viszik a gyereket, tehát sokszor lehet őket szerepelni, látni, de mégis az az érzésünk, hogy van egy-egy koreográfia, amit betanultan eltáncolnak a gyerekek, de azok a régi alkalmak hiányoznak, ahol ezek berögződtek, ezek a mozdulatok. Tehát nem a koreográfia maga, hogy idefordulok, odafordulok, hanem maga a polka alaplépése, a keringő alaplépése. Mi ezt mind az én generációm, az még az esküvőkön tanulta meg. És úgy gondoltuk, hogy ha már ez nincs, és ezek úgymond egyre inkább visszaszorulóban vannak, akkor olyan alkalmat kell nekünk teremteni, hogyha ehhez megvan az eszközünk és a háttér, és ebben partner a zenekar, és az iskola, aki otthont ad ennek, hogy segítsünk a gyerekeknek és a pedagógusoknak, akik hétről hétre foglalkoznak a gyerekekkel egy-egy órában, hogy esetleg megszerettessük velük talán a szeretet oldaláról, hogy legyen egy viszonyuk ez a zenéhez, hogy a fülükbe menjen ez a dallamvilág. De akkor ez nem egy alkalom lesz, hanem úgy gondoljátok, hogy időközönként megtartjátok? De eredetileg úgy gondoltuk, hogy egyet ősszel, egyet tavasszal. Most ez a mainak a sikerétől is függ, hogy milyen visszajelkezések érkeznek. Ez egy kicsit szerencsétlen időpont ez a mai, ezt tudjuk. El is kellett tennünk egy héttel a hely meg a zenekar, szóval sok ember kellett összehoznunk, hogy jó legyen. És most ugye tanítási szünet után jöttünk össze, úgyhogy a pedagógusok panaszkodtak arra, hogy elfelejtik a gyerekek az egy hét szünet alatt. Hiába mondták nekik sokszor, hogy jöjjenek. Tehát ez majd ma kiderül, hogy esetleg akik eljöttek, azok milyen hírt mondanak tovább az osztálytársaiknak, hogy érdemes volt eljönni. Ezért itt, hogyha körbenézünk, nagyon sokan vannak. Na, igen, úgyhogy azt mondták nekem a kedves pedagógus kollégák, hogy szerintük duplennyien lennének, hogyha ezt egy tanítási időn belül rendeztük volna. De mondom, tényleg örülhetünk, hogy az első alkalom így sikerül. Milyen zenekar szolgáltatja a zenét? A Becsési Fúvó zenekar, és a dirigál Hofer Tibor.